Az önkéntesek csoportjának tagjai éppen rakodják a kiszállításra váró csomagokat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Dunaföldvári telephelyén. A Pécsi Régiós Központ által a raktár feltöltve, hogy a rászoruló családok ebben a nehéz helyzetben se nélkülözzenek. A koronavírus miatti kijárási korlátozás okán ezúttal házhoz viszik az adományokat a támogató szolgálattal és a tanodával közösen karöltve. A csomagok tartalma az tartós élelmiszerekből áll, konzervek, liszt, olaj, cukor, illetve füstöltáru, szalonna, kolbász és zsír. A tartós élelmiszerek Pécsről érkeztek a friss füstöltáru, a helyiek adománya a rászorulóknak. A rendkívül aktív csoportruha, élelmiszer és egyéb adományokat gyűjtés és oszt szét évente több alkalommal. A településen most még több család került nehéz helyzetbe a munka lehetőségek megszűnésével. Látjuk azt, hogy a Jelen helyzetben ugye sokan ö, szociális transferekből élnek, napszámba járnak, ezek a lehetőségek megszűntek, és érkeznek hozzánk azok a jelzések, melyek során látjuk, hogy ö, már sokszor a betevő falatra is, ö, vagy betevő falatra sem futja. Így több száz embernek könnyítik meg mindennapjait az élelmiszer adományokkal, melyet a lehetőségekhez mérten folyamatosan pótolnak.